Elsőként hadd kérdezzem meg Sebestyén Melinda a színművésznőtől, hogy hogyan talált rá. Nem is úgy gondolom, hogy Melinda ezekre a népballadákra, hanem ezek a népballadák Melindára. Tehát mi volt az az első lépés, ami aztán ide vezetett, tulajdonképpen ugye nem most van a premiér, jól tudom, Kecskeméten volt 2008-ban? Sepsiszentgyörgyön. Akkor mesélj el nekünk, Melinda, hogy hogyan kerekedett ki ez az egész? Milyen kis csírából? Hát, kezdjük ott, hogy hol születtem, honnan jövök. Már bocsánat, egy picit berekedtem. Tehát, ahonnan én jövök, ott ez van. Én már gyerekkoromban, tehát egész, mondhatnám majdnem, hogy kisiskolás vagy óvodás koromban ott már különböző balladákat táncoltunk, énekeltünk. Aztán jött az iskola, mindig szerettem a versmondást. Később megismerkedtem Molnár Gizella színésznővel, úgymond a második anyukámmal, és ő megszerettette velem ezt a műfajt. Akkor hadd kérdezzem meg Violától, hogy mekkora rendezői munka volt ez? Vagy Melinda nagyon önjáró személyiség? Hát nagyon könnyen tudtunk dolgozni, hiszen egyet akartunk megfejteni ezeknek a balladáknak a mélységét, a titkát, és gondolom, hogyha nem ez lett volna a közös kiinduló pontunk, nem is tudtuk volna elkészíteni ezt a műsort. A ballada, ugye, ahogy ismerjük ezt, hogy tragédia a dalban elbeszélve. Tehát nem egy lírai műfaj. Tehát tulajdonképpen nem a szó az egyetlen, ami kifejezi azt, ami benne van. Nem lehet elmondani úgy, mint egy lírai költemény. Tehát egy olyan, egy verset, bár azokat is sokszor most már megmozgatják ahhoz, hogy kicsit úgy ebből a statikusságából kimozdítsák, hiszen olyan sok szenvedély, néha sokszor epikus elemek vannak, elbeszélés, sokszor történeteket mesél el, ami nem elég, hogyha csak úgy szóban elmondják, tehát sokkal, sokkal szuggesztívebb, hogyha valamilyen formában ezt a történetet el is játsszák. Inkább egy picit kimozdítottuk a statikus lirai versmondás békjójából, és elmentünk a színpadi megmozdítás felé. Még messze vagyunk azért a mozgás színháztól, hiszen ott nagyon sok koreográfiai elem kellett volna legyen. Mi eléggé spórolosan, tehát eléggé keveset használtunk ilyen elemet. Inkább a hagyományos színjátszás felé próbáltuk nyitani. Melinda említette a darabnak a zeneszerzőjét, Hána Lászlót. László, az volt a benyomásom, hogy nagyon modern eszközökkel sikerült mégis valamennyire archaikus hatást elérnie. Jól látom ezt? Hát én nehezebben ítélem meg az ember saját dolgát. Nem azért, mert elfogult vagyok, hanem meg már közben annyit hallottam. De mi volt a koncepció? Tehát mit szeretett volna a zenével hozzátenni? Hát igazán ugye a ballada az egy nagyon, nagyon magányos dolog. Ha valaki akár olvasva, akár elmond egy balladát, abban van valami olyan hihetetlen magány, amit ugyan az élet hordoz, mert hiszen az életnek van szintén egy ilyen, hisz onnan jön a ballada, de ez színpadon valamilyen ilyen elképesztő magánnyá válik, és van valami különleges szakralitás a balladában, ami ma már kezd ugyan kikopni az életünkből, de ezek nagyon-nagyon erősen hordozzák. És amikor, és most lyukadok ki a zenei részhez, hogy hogyan lehet zenében hozzászólni egy balladához úgy, hogy az ne legyen tolakodó, vagy ne illusztráció legyen, vagy ne egyszerűen a népzene szokványos eszközeivel próbáljuk tovább fokozni, ami már szinte fokozható. Ezért is mondtam, ugye, hogy én úgy éreztem, hogy modern eszközökkel érte el ezt az archaikus szakralitást. Most köszönöm, hogy a szakralitást említettem, mert az archaizmusban azt is beleértettem, valamiféle szakrális atmoszférát. Igen, és itt volt egy, hát közben Violával azért
folyamatosan átbeszéltük, mert ugye az, hogy zene, az egy hangulat, tehát az nem akar többet, de annyit mindenképp, hogy hozzátegyen az előadáshoz. Ha ebből elvesz, akkor az, annak nincs értelme. És én szívem szerint csak egy harangjátékot adtam volna. A minap beszéltünk egyébként erről a harang és a magány és a szakralitásról, mert a harang az, ami igazán, ha megszólal, akkor mindenkiben szinte ugyanazt hozza fel. Persze, ha egy hegedűn szólal meg a népdal, az már egy népdal, az egy megint egy teljes világot hoz, de az már hozza a táncot, az életnek a teljes topzódását. És aztán a harangot persze keveseltem, mikor már egy harmadik vallada szólalt volna meg csak haranggal. Így jutottam ahhoz, hogy gardonyt is használok benne, meg ilyen különböző effektusokat, amivel azt reméltem, hogy hozzáadok és nem elveszek. Itt az előadást meghallgatva, megnézve, Ildikó, hogyan kapcsolódott ez? Nyilván sok különbség van, és nem volt ének, nem volt tánc, de mégis hogyan kapcsolódik a népballada olyan eredeti hagyományához, amelyről ugye azt tudjuk, hát a ballada eleve, ha jól tudom, körtáncot jelentett a francia nyelvben legalábbis, amely zenés, énekes előadásmód volt egykoron. Melinda nagyon jól tudja, hogy a népballadát egy nagyon visszafogott előadásban lehetett hallani. Ő neki módjában volt sok élő előadást is hallani, és sok tapasztalata van. Tehát nem kíván egy ballada sok mozgást, extra előadást. De nagyon jól tudjuk, hogy a fából faragott Királyfi, vagy a Bartóknak a kékszakálú herceg várában, vagy a Kőműves Kelemenné balladában, amit operára vittek, nagyon sokféle megoldást lehet találni. Mivel itt nem arról volt szó, hogy egy balladából színjátékot lehessen csinálni, de ezt sokszor csinálták már az elmúlt évszázadban, ő megmaradt annál, hogy ő székely balladákat ad elő. Ezért én nagyon-nagyon becsültem a játékosságát is, meg a visszafogottságát is. Ugye még azt se tudjuk, hogy ezeket a balladákat, amiket mi hallottunk, kik adták elő és hogyan. Mert egyetlen egy feljegyzés erről nem maradt. Csak azért, mert a 20. században már a vájtfülő szakemberek sok mindent leírtak, azért sejtjük, hogy annak idején, a 19. század közepén Kriza János és gyűjtőköre hogyan gyűjtötte össze ezeket a balladákat. A szó maga valóban, ha az eredetét nézzük, a francia, illetve olasz, az ballare, táncolni jelent, de hogyha az angol hasonló kifejezést nézzük, a ballad, az viszont egy epikus éneket, históriás éneket, ami megmaradt a Fáraóri szigeten és sok helyen még, magyar nyelven megjelenik már a 19. század első felében ez a szó, de a néphagyományban öregének, történetes ének erről és arról képpen emlegették. És ugyanúgy, mint ahogyan a meséknél is a főszereplő kapta a, úgy mondjuk, hogy címet, itt is, és nagyon szerencsésen Melinda is megmaradt ezeknél. Benedek Eleknek óriási jelentősége van, hogy ezeket a balladákat igazából népszerűvé tette. Négy kiadást ért meg ez a kicsi válogatás, semmi igényes, azon kívül, hogy a kiadás igényes, semmi kiadási kerítést, jegyzeteket, aparátust nem közölt. De ez óriási, mert Kriza János gyűjtötte, illetve az ő baráti köre gyűjtötte ezeket a balladákat, két kivétellel, a
Sallári Szépkata, amit Darvas Kiskelemen néven közölt, egy palóc gyűjtemény alapján Pap Gyula, nagyjából ugyanakkor, amikor a vadrózsák megjelentek, és a másik a Fogoly Katona, ami Benedek Elek alkotása, tehát nem igazából népballada, de nagyon sok folklor elemet felhasznált, és összekombinált, és így egy tragédiát tudott előadni a ballada kapcsán. Gyakorlatilag az összes többi, tehát a hét másik ballada Kriza gyűjtésében, a vadrózsákban jelent meg, de hát azt hány példányba adták ki? Nem tudjuk pontosan. 350-re becsülik azok, akik értenek egyáltalán a 19. századi kiadási szokásokhoz. Nem volt olyan népszerű, és azzal, hogy Benedek Elek és a baráti köre érzékelte, hogy milyen igény van a balladák, szép balladák, népszerű balladák, költőileg nagyon míves balladák újból és újbóli kiadására, ő ezt nagyon jól a olvasóközösség szábára tálalta. Hát ha Kriza Jánosék a 1900-as évek, 19. században, 1800-as években gyűjtötték, ezt tudjuk, és azt is lehet olvasni, hogy az első említések egyes népbaladáknál olyan 1500-as évekre tehetők, de sok nyelvész azt mondja, hogy a nyelvi elemek vizsgálata alapján ezek még régebbiek. Mit tud ma a néprajztudomány arról, hogy a népbaladák milyen régből erednek? Feltételezések vannak, hiszen konkrét írott anyag nincsen, a történészek, irodalmárok szeretnek tényekhez ragaszkodni. A legrégebbi magyar adat az 16. századi. Ez az írott adat. De itt például elhangzott Molnár Anna csodálatos balladája, amiben ugye arról van szó, hogy az elcsábított asszony a burkusfa árnyékában a katonát az fejét az ölébe vesz, és fejbe néz, kvázi egy intim szituációt ír le, és ennek a nyomait László Gyura régész professzor gyűjtötte össze, és 82 erdélyi templom freskójából, freskó töredékéből állította össze, hogy ez igazából egy népszerű téma volt. Hiába nincsenek írott források, egészen biztos, hogy ez akkor, amikor épültek az Árpád-kori templomok, a legrégebbi az 1082-es, és a legkésőbbi az 1500-as években épült a templom, hogy a freskó mikor került oda, és hogy mikor bánzolták át, ez egy másik kérdés, erről rengeteg szakirodalom van. Tehát ez azt bizonyítja, hogy mielőtt még a ballada lejegyzése kerülhetett volna, azok a témák, azok éltek. És hát egészen biztos, hogy ezek az általános emberi témák, amiről itt hallottuk, a szerelmi féltés, a gyermekét elhagyó anya, ezek annyira általánosak, és olyan sokszor visszatérnek az egész költészetben, hogy egész biztos minden motívum ennél sokkal régebbi. Amivel meglepett minket Melinda párja vesztett Gerlicéről szóló ballada Kövecsesvíz közepén, elhagyja a társát, elveszítette a társát a Gerlice, ez Arisztotelésznél már előfordul. Első magyar nyelvű írásos adat az Temesvári Pelbárt idézetében, ő egy prédikátor volt Mátyás kora után, 1503-ban jegyzik föl az ő prédikációit. Hát azóta tudjuk, hogy ez a ballada legalábbis motivumaiban megvan, ha ilyen szépségben, mint ahogyan följegyezték a 19. században, nem is maradt ránk.
Ennek a balladának 1680 körüli a Vásárhelyi Dalos könyvben van az első, majdnem ehhez hasonló feljegyzése. De a ballada ennél sokkal régebbi, és a tudósok azt mondják, nem a magyar, hanem a nemzetközi anyag alapján, hogy a 12. században már létezett a ballada. És hogy hogyan alakult ki, ez is egy kérdés, rengeteg elmélet van. Egyrészt abból, hogy a táncolásnál nem elég egy négysoros dalt énekelni, hanem visszatérően egy hosszabb előadásra van szükség, ez időnként egy egész esemény sort ad elő, mint például a halálra táncoltatott lány esetében is. Igazából egy táncdallamra kerül előadásra egy emberi sors, egy igen bonyolult kérdés sorozata. Tehát elképzelhető, hogy ezek a balladák, tehát amelyekről kevés följegyzés maradt, a legrégebbi az egy angol, és az vallási témához tartozik, nagyon mély gyökerekre nyúlik vissza. És nagyon érdekes, mi ezt kevéssé tudjuk, Magyarországon ugye sokat beszéltek, és sokféle legenda terjedt el a hun-magyar kapcsolatokról. Az Attila szerepéről, Attila hősiességéről, Attila csatáiról, Attila szerelmeiről, Fáraóri szigeteken énekeltek legtöbb balladát, amit le is jegyeztek, meg is kutattak, és nagyon sokat lehet róla tudni. Magyarországon erről egyetlen egy vakhang nem jelent meg. Itt van körünkben Vári Fábián László költőíró, mint olyan költőíró ember, kortársunk, aki tudósi alapossággal gyűjtöttél népballadákat és foglalkoztál velük. Mi vezetett erre? Mert lehet, hogy akkoriban, ez a 70-es években lehetett, Laci, akkoriban megkaphattad esetleg még a korszerűtlenség bélyegét is, hiszen akkoriban éppen személytelennek kellett lenni a lírába, és ilyenfajta divatok után kellett volna szaladgálni. Te meg a mai eszünkkel már tudjuk, lehet, hogy akkor még, amikor te elkezdtél a népbaladákkal foglalkozni, eszedben sem volt, hogy a saját költészetedre milyen hatással lesz, de ma már tudjuk, hogy a saját költészetedre is hatással volt. Röviden, miért kezdtél el a népballadákkal foglalkozni? Köszönöm a kérdést, megpróbálok erre is válaszolni, de előbb engedj meg egy rövid kitérőt. Amikor értesültem erről a készülő előadásról, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon a dallamok azok megjelennek-e, társulnak-e majd az elmondott szövegekhez. Aztán jött a válasz, hogy nem. És hát amikor az is kiderült, hogy ezek benedekelek féle balladák, akkor már világos volt, hogy nem is lehetnek dallamok, mert a krízagyűjtemény darabjai dallamok nélkül lettek még gyűjtve. A dallamok majd csak a 20. század elején kezdték érdekelni a kutatókat. Azonban az előadás nagyszerűsége, szépsége pótolja a dallamok hiányát, ezek a gyönyörű mozdulatok, és hát ezek a hangváltások, ezek mindenért pótolták a nézőket ma este, úgyhogy köszönjük szépen, Melinda. Én egyetemi diákként 1969-ben kerültem kapcsolatba balladákkal, hiszen egy kötelező népköltési gyűjtésre irányították a csoportot, azonban olyan tanár, olyan szakember, aki értett volna a gyűjtéshez magához, nem jött velünk. Nem feltétlenül népballadákat kellett gyűjtenünk, hanem így adták ki a parancsot, ahogy mondom, hogy 50 mesét, 50 mondát és 50 balladát gyűjtsön mindenki. Na hát a szorgalmas lány csoporttársaim, azok előszedték a meglévő elérhető gyűjteményeket, és szorgosan másolták. Otthon ültek és másolták a gyűjtést. És akik ezt követelték, meg voltak vele elégedve. Én pedig elindultam kerékpárral, a szomszédos falvakat jártam, és hát próbáltam gyűjteni, de hát tapasztalatlanul, teljesen tapasztalatlanul és annyira fiatalon ez nem ment. Néhány népmesét, népmesetöredéket, népdalokat gyűjtöttem ugyan, és már a harmadik nap is így telt el sikertelenül, amikor hazamentem, és a szülői házunkat, illetve nem a szülői házunkat, hanem amelyben épp akkor éltünk,
apám úgy döntött, hogy egy kicsit megnagyobbítja, mert nagyon kicsi volt a szoba, konyha, kevésnek bizonyult, és hát egy kis előszobát, fürdőszobát építettek hozzá, és az állványon, az építő állványon a kőműves segéd énekelt. Azt énekelte, hogy jó estét, sági bíróasszony, itthon van-e jánya, Erzsike kisasszony. Tehát a darvas kis Kelement, illetve annak az ugocsai változatát. Ez a fiú velem járt iskolába, de középiskolába már nem ment, mert dolgoznia kellett, és amire én egyetemista lettem, addigra ő 3-4 évet lehúzott a kőműves brigádban, és aztán, mikor elkezdtem kérdezgetni az Árpit, hogy hol tanulta őket, hát azt mondja, kőműves mestertől, de nem ment csak úgy simán, egy korsó borába került, annyit követelt a mester, amiért a tudás jogát átadta neki, amiért megtanította vele a baladákat. Na most, ezen kívül még 7-8-at énekelt el, amelyeket én később aztán megszerveztem vele. Még egy találkozást magnetofonra rögzítettem, és a szövegeket vittem fel a tanáromnak, aki hát úgy ránézett, fitymálva félre rakt őket, mondta, hogy ilyenek már vannak, hogy halálra táncoltatott lány, meg Fehér László, a Begyár, ugye ilyen balladáink már vannak, azt mondja, hogy semmi új. Később aztán, hát én annyira megszerettem ezt a műfajt, nem is annyira később, hanem azt hiszem már, amikor megismertem őket, hogy a következő év nyarán már elindultam, de több társammal gyűjteni, ezek a társak pedig az akkori Ungvári Forrás Ifjúsági Irodalmi Stúdiónak a tagjai voltak, és hát volt közöttük egy igen kedves barátom tőlünk, 3-4 esztendővel idősebb, aki egy programot dolgozott ki, és hát tudatosan vágtunk neki a falvainknak, hogy népköltészetet, népmeséket, népdalokat gyűjtsünk azért, mert a szovjet propaganda éveken keresztül azt szajkózta, azt súlykolta bele a tudatunkba, hogy annak ellenére, hogy 1000 éven keresztül ez a föld a magyar hűbérurak birtoka volt, itt érték, semmilyen érték, többek között kulturális érték sem született. Mindössze a szovjet rendszer 40 esztendeje alatt sikerült kitermelni, kinevelni két jelentős magyar írót. Aztán a kárpátaljai népbaladák anyaga rám maradt, mert a barátaim a 70-es évek közepén, vége felé elhagyták a szülőföldjüket, arra kényszerültek, hogy Magyarországra telepedjenek. Rám maradtak a kazetták, rám maradt a gyűjtés. Aztán elkezdtem egyszer csak rendezgetni, elkezdtem leírni, legépelni ezeket a szép balladaszövegeket. És közben odafigyeltem arra is, hogy hát a Kárpátalján élő ruszinok, ukránok népköltészetének is vannak balladái, volt egy balladagyűjteménye már kiadva. És nyilván vannak érintkezések. Igen, és nagyon sok balladatípus szinte egy az egyben megvolt a ruszin népköltészetben is. Dallamokat még az 1966-ban kiadott ukrán népballada gyűjtemény sem közöl. Dallamok az ukrán közlésekben, az ukrán szakirodalomban majd a 80-as évek elején kezdenek megjelenni, és a 80-as évek elején közepén megjelent gyűjtemények, összegező gyűjtemények, azok már közlik a dallamokat is. Most én dallamokat nem hasonlítottam össze, de a szövegeket igen. A szövegeket összehasonlítottam, és hadd mondjam elsőként, hogy a mai est címadó balladája, a Párja vesztett, nagyon sok, számtalan sok változatban él a mai Kárpátalján és egész Ukrajnában. A mai, illetve a később Kallós által gyűjtött szépkei népbaladák is tartalmazzák a Párja vesztett Gerlicét. Ezeknek a motivumkincse sokkal gazdagabb, mert megmagyarázza, hogy honnan a párja vesztettség, honnan ered. Tehát egy nagy madár a moldvai gyűjtésekben, nagy madár lecsap a Gerlice párjára, elviszi a párját, magával ragadja. Egyes változatok arról beszélnek, hogy mind szeretőt faggatja,
És ez már annyira jelképes, hogy világossá válik mindenkinek, hogy emberi kapcsolatokról, emberi viszonyokról van szó. Na most ugyanezt megtaláljuk a ruszinoknál, az ukránoknál, de hadd utaljak én Balassi Bálintra, akinek a versgyűjteménye, hogyha kinyitjuk, egy olyan verssel, szöveggel kezdődik, amelynek az a címe, hogy a rejtély, a talány, az enigma. Az enigma című szöveg. Hát pont erről szól, hogy a tavon úszó hattyúpárra lecsap egy ragadozó, egy keselyű, az egyiket, a szebbikét a kettő közül elragadja, elviszi, szeretőnek viszi el, ez is, és a másik pedig hát bánatában ott úszik a vizen. Balassi azt írja alá, hogy egy horvát virágének nótájára. Hogyha horvát virágének nótájára, ő beszélt szláv nyelveket is, nyilván az akkori szlovákot is, meg a horvátot is ismerte, hisz katonatársai között sok volt ilyen nemzetiségű, akkor nyilvánvaló, hogy a történet is megvolt a szlávoknál, és valószínűleg tőlük hallotta. De érdekes módon ebben a nagyon gazdag ukrán anyagban szintén van egy hattyúkról szóló változat található, de ez nem kárpátaljai, hanem belső ukrajnai. Ott is ugyanazt mondja el, amit Balassi ebben az Enigma című költeményben. Az irodalomban, a mai irodalomban milyen szerepe van a népballadának? Kicsit provokatíve úgy is mondhatnám, hogyha azt kérdezné tőlem valaki, hogy melyik az a három magyar költő, akit megneveznék, akinek köze van a népballadákhoz, a műballadáival, akkor azt mondanám, hogy Arany János, Sinka István és Vári Fábián László. Tehát hogy tud ez az nagyon archaikus műfaj mai lenni? Akár a költészetben most, mint műballadák íróját is kérdezlek. Hogyha úgy gondolod, hogy az én verseimben valóban hatással voltak a balladák, akkor hidd el nekem, hogy ez nem volt tudatos. Ez teljesen tudatalatti módon történt. Tehát annyira megszerettem, annyira beleszerettem ebbe a műfajba. Azt mondtam mindig is, nekem verses kötetem 40 éves koromban jelent meg először. Korábban nem jelenhetett meg, mert a szovjet cenzúra ezt nem tette lehetővé. De 1991-ben, amikor az ungvári Lenin szobrot ledöntötték, felszakították a talpáról és a tömeg felújjongott, akkor mentem a nyomdába, és akkor vettem át az első kötetem példányait. Na hát ebben én jelképességet is látok, de én mindig azt mondtam, tehát azelőtt nyilatkoztam is, újságíróknak is mondtam, le van írva, utána lehet nézni, hogy én sokkal jobban örültem a balladák megjelenésének, a kárpátai magyar népbaladák megjelenésének, mint a verseim megjelenésének. Mert tudtam azt, hogy ez örök érték, olyan érték, amelyre 100 év múlva is visszatekinthetnek a gyermekeink, unokáink. A versekről viszont ezt nem tudom biztonsággal állítani. Azt szeretném Melindától, Violától, Lászlótól megkérdezni, hogy nem gondoltak-e arra, hogy iskolákba kéne vinni. Lehet, hogy már megtették, csak én nem tudok róla. Ugyanis azt gondolom, hogy ha ma egy gimnáziumban a népballadákról, vagy általában a balladáról kéne tanítani, sokkal hatásosabb volna egy ilyen 45 percet meghallgatni, mint hogyha tanár elmondja a maga módján a tananyagot. Hát az mindenképpen jó lenne, csak itt végül is egy próbálkozásról volt most szó, hogy egyáltalán kipróbáljuk a közönségen, hogy hatunk ezzel az összeállítással. Nekünk ez nagyon nagy felelősség volt, amikor ezt fölvállaltuk, mert egy újfajta formát próbáltunk keresni, és próbáltuk egy kicsit úgy lekottázni mai nyelven, tehát úgy, hogy fogyasztható legyen ez a ballada. Ezt próbáljuk kikísérletezni a fiatalokon is. Tehát volt például Tiszakécskén egy nagy előadásunk, ahol egy diák előadás volt, csak iskolások voltak a teremben, hányan voltak, nagyon sokan.
és szónék, tehát hang nélkül végig hallgatták, ez nekünk nagy élmény volt, mert lekötötte őket. Szerettem volna nyilván velük ott maradni, és megkérdezni, hogy ti mit láttatok, mit értettetek meg ebből, hogy ne csak mi mondjuk el, hogy mit akarunk. A gyerekek nem szomorodnak el egy ilyen előadás után. Nem élik meg azt a tragédiát, úgyhogy jaj, ezek már olyan súlyos dolgok, hogy minket ez most már nem érdekel, hanem valami miatt úgy, mint a népmesék, hatnak rájuk. És ezek a kis huncut hatások, hogy tudat alatt valahol a kultúrájukat úgy megpiszkálni, ami ott bennük van mélyen, és lehet, hogy el is felejtették, de valahol csak ott van a zsigereikben, a genetikájukban, párbeszédben velük együtt megfogalmazni, hogy mit szóltok, lehet így valamit megértettetek jobban belőle? Tehát így kevésbé unalmas, mint hogyha magatok elolvassátok esetleg. Tudunk-e nektek segíteni, hogy megértsétek a balladákat? Ti el tudjátok, ilyen kérdéseket teszek föl én néha magamnak, hogy igen, egy ilyen, a zene például nagyon segített ennek a modern változatnak a létrehozásához, hiszen egy dallamra épült az egész, erre az egy pávadallamra, ami említetted előbb, hogy az ismétlés fontos, és szerintem ez fontos, találkozni egy újabb helyzettel, ami valami miatt ismerős. És hogy rimeljen ez a bizonyos magány, hogy mindig magányosak vagyunk, mindig ezek a tragédiák különböző formában előfordulnak, és azután mégis megyünk tovább. Tehát valahol mindig van ez az újjászületés, az is megismétlődik. Tehát, hogy a tragédia és az újjászületés egymást követik, és hogy belopják az emberek lelkébe magukat, annélkül tudatosítanák, és végül is ettől az emberek megnyugszanak. Tehát így hat egy ballada. Tehát ezeket lehetne elemezni. Na most a zene, hogyha egy ilyen zsinóra felfűzzük ezeket a gyöngyszemeket egy ilyen zenei vonalra, ami egy monotematikus, tehát egy dallamra épül, de különböző változatban az olyan, mintha elmondanánk, hogy mindenkinek az élete egy külön tragédia, vagy külön történet, de nagyon hasonlítunk egymáshoz. És a balladák is hasonlítanak valahol, a magány is hasonlít, és így tudunk azonosulni vele. Ugyanakkor, hogyha egy dallam van, akkor valahol az egy ilyen otthonosságot is teremt. Ja, ezt már ismerem, ez már az enyém. Tehát valahol ezek ilyen kis huncut hatások, valószínű a dallam, ami társult valamikor a balladához, és énekelték, az is azt a célt szolgálta, hogy egy dallamra elmondanak egy élettörténetet. Bár egy élet megkívánná, hogy különböző dallamokat használjunk. Tehát a születés, a mennyegző, a halál, egy csalás, egy megcsalatás, vagy egy tragédia külön dallamokat igényel. De hogyha egy dallamra éneklik, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy mindegy, kibírjuk, egy életünk van, egy dallamra van, ebbe belefér jó is, rossz is. Tehát a dallamnak a pszichéje, egyáltalán a hatása így is megfogalmazható. Mi ezt úgy próbáltuk megvalósítani, hogy nem több dallamot énekeltünk, tehát mindegyik dallamnak, mindegyik balladának lett volna a saját dallama, hiszen akkor lehet, hogy szétesett volna, túl sok lett volna befogadni. Így viszont egy dallamra felfűztük az összes ballada szöveget, így ez egy újfajta változata, hogy otthonossá tegyük magunknak ezt.